telepítsünk Synology NAS-ra Home Assistantot. A NAS alaptelepítése megtörtént, illetve a Dockert már telepítettem. Nyissuk meg a Dockert. Mindenféle figyelmeztetésekkel kezdi a történetet. Ezt olvassátok el, én már egy párszor megtettem. Hát magyar nyelven egészen érdekesek ezek a mindenféle feliratok. Kezdjük a nyilvántartással, és itt keressünk rá arra, hogy Home Assistant. Home Assistant. Telepítsük föl a Home Assistant, féle Home Assistantot. Furán hangzik, de ez van ideírva. Most szépen lassan letölti, utána lépünk tovább. Kiválasztjuk az utolsó verziót, hogyha valami okunk van rá, akkor választhatunk bármilyen régebbit is. Most elkezdte tölteni az image-et. Kész vagyunk a letöltéssel. Kettőt kattintunk az image-re, hogy beállíthassuk. A hostnak a hálózatát fogjuk használni. Adunk neki egy értelmezhető nevet, mert most adott neki egy ilyen munkanevet, hogy Home Assistant, Home Assistant 1. Ha még egyet létrehozunk, az lesz a Home Assistant, Home Assistant 2. Home Assistant 2023-01. Így van, és nem használhatok szó közben, tehát akkor így. Ellenőrizzük a speciális beállításokat. Szinte biztos, hogy jó. Lépünk tovább. Létrehozunk egy mappát, ahol a Home Assistantnak a mindenféle konfigurációját használjuk. Ezt nem akarok olyan sokat gépelni, hívjuk H a mappának. Kiválasztás. És ezt a per config mappára fogjuk fölmappelni. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Ez azt jelenti, hogy a Docker image-en belül, ha per config mappára hivatkozunk, az a Docker H mappa lesz a host gépen. Ezzel tudjuk megcsinálni azt, hogy bármikor tudjuk frissíteni a Docker image-ünket úgy, hogy a beállításaink nem változnak, mert a beállítást azt a Docker image-en kívül tartjuk. Tovább. Kész. Ezzel a Home Assistant alaptelepítését elvégeztük. Nézzük meg a tárolókat. Ott van egy futó Home Assistantunk. Próbáljuk meg rácsatlakozni. Megjelent a Home Assistantnak az első bejelentkezési képernyője. Hozzunk létre egy felhasználó nevet.
A későbbiekben ezt lehet, hogy nyilvánosan elérhetővé kell tenni, tehát a jelszót érdemes korrekt jelszóként megtartani. Fölajánlja, hogy állítsuk be, hogy hol lakunk. Hát szerintem nem Amsterdamban. Maradjunk Szigethalom mellett. Hát most ebben a körben szerintem ez kellő pontosság. Magyarország. Magyar nyelv. És a budapesti időzóna nekünk teljesen megfelel. Hát a tengerszint feletti magasságunk körülbelül 200 méter. Nem tudom, hogy mennyire pontos, szerintem ebből a szempontból nem érdekes. Egységrendszer, én ha meghagyom a metrikusat, aki szereti jobban az amerikai vagy birodalmi mennyiségeket, az nyugodtan átválthatja. Pénznemnek a magyar forint az tökéletes. Mondom, magyar forint. Reklamált, hogy megfelelő szabvány szerint kell beírnom, hogy Magyarország, tehát azt kell írnom, hogy hú. Kérdezi, hogy milyen statisztikai adatokat osztok meg vele. Hát nem járulok hozzá semmihez. Így felajánlja, hogy milyen eszközöket talált. Adhatnék még hozzá itt különböző integrációkat, de azt majd inkább később. Ezzel az alaptelepítés megtörtént. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, tegyetek alá kommenteket. Sziasztok!